Több bejelentés is érkezett az elmúlt héten a települések vezetőihez és a rendőrségre, hogy az Alsó-Nyék-Bátaszék közötti vasúti útszakaszon gyerekek játszanak a síneken. Odaállnak közel a sínekhez, az utolsó pillanatig ott állnak, és igazából amikor a vonat érkezik, az utolsó pillanatban lépnek el. Hát ebben nyilván saját magukat, illetve a közlekedés többi résztvevőjét is veszélyeztetik, és hát ugye tudjuk jól, hogy egy vasúti jármű nem tud megállni métereken belül, és ezt jelezték a polgármester úrnak, aki rögtön telefonon hívott, hogy ez ügybe mit lehet tenni. Én ezt rögtön nyilván jeleztem a feletteseimnek, illetőleg a szolgálatban lévő kollégák elkezdték ezt a területet visszatérően ellenőrizni, illetőleg a bátaszéki polgárőrséggel is felvettük a kapcsolatot, és óránként gyakorlatilag visszamentünk a helyszínre, és ellenőriztük, hogy ez ne fordulhasson még egyszer elő. Amit ezek a gyerekek csináltak, egy rendkívül veszélyes dolog. Ők nem gondolnám, hogy tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen vasúti szerelvény nem tud megállni, illetőleg semmi olyan jellegű dolgot nem tud a vonatvezető csinálni, amivel ezt a dolgot meg tudná akadályozni. Tehát ha véletlenül beesik, beszorul a lába a gyerekeknek ott, vagy ne agyisten berántja maga a vonatnak a szele, ez ellen nem tud igazából senki tenni, és ez rendkívül balesetveszélyes, és ez akár súlyos dolgokhoz is vezethet. Farkas András, a Bátaszéki Polgárőr Egyesület elnöke is értetlenül áll az eset előtt. Mi is voltunk gyerekek, mi is jártunk erre. Ekkora hülyeséget azért nem csináltunk gyerekként, viszont többször hallottuk és többször láttuk mi is, hogy fiatal, nyári szünetöket töltő gyerekek ezen a bicikliúton játszadoznak. Az nem merült föl bennünk, hogy azt próbálják meg elérni, hogy ki tud minél később elugrani a vonat elől, ki mennyire bátor, viszont a rendőri jelentést kaptunk valamelyik nap, és kérték meg a fokozott ellenőrzését ennek a területnek, és akkor szembesültünk, hogy ezek a gyerekek nem csak a kiserdei úton való játékot preferálták, hanem a vonatok előtti átfutást, átugrálást próbálgatták. A másik szórakozásuk pedig, hogy köveket helyeznek el a sínekre. Bele kéne abba gondolni, amikor az a követ eltalálja a kerék és visszadobja esetek, és pont a gyerek felé mekkora sérülést tud okozni az a nem kisebességek közlekedők. Valahol nem értem most még a gyerekeknek a gondolatvilágát, hiszen azért nem kis csecsemőkről vagy óvodáskorú gyerekekről beszélünk, ezeket őknek mind át kéne gondolni, föl kéne mérni. Jó buli biztos, meg nagyon nagy emberek lesznek egymás előtt, meg nőnek a másik szemébe, de hát azért köszönöm, hogy örök életre lenyomorodok egy visszapattanok őtől, ami például eltalálja a fél szememet, és valami lesz vele. Több baleset is történt már ezen a szakaszon, és volt köztük halálos kimenetelű is. Ráadásul pont egy ilyen játék okozta a szörnyű tragédiát, csak akkor éppen kerékpárral versenyeztek. Nem értem a lényegét, hogy ez hogy nem tartja vissza a gyerekeket ettől, ugyanis az a kötött pályán jövő jármű, ami több tonna, az nem fog tudni megállni egy-két méteren belül. Hiába is tapasztalja a sofőr. Ha a gyerek véletlenül félrelép, vagy beakad a lába, az biztos, hogy az a vonat nem fog tudni megállni, és azért a család gondom nem erre készülne a nyári szünet folyamán, hogy a gyereküket kórházban ápolják jobbik esetben, és azért gondoljunk bele a vonatvezetőnek a lelki világába is, aki az ablakon keresztül végignézi azt, hogy nem fogja tudni megállni ezt a tehetetlen vonatot, és el fog vitni mondjuk egy gyereket. A szülők lesznek felelősségre vonva, ugye meg gondolom, hogy kiskorú gyermekek, a felelősség a szülői. Tehát ugye azért is hívtuk fel a figyelmet, hogy a szülők tessék, figyeljenek oda a gyerekeikre, beszélgessenek el velük, és mondják el nekik, hogy amit csinálnak, az nem jó. Vagy hívják fel a figyelmet, hogy ilyet ne csináljanak, vagy szólnak a barátaiknak, ne. Ugyanis itt a szülői felelősség az megkérdőjelezhetetlen majd. A rendőrség a bejelentéssel egyidejűleg felhívást tett közzé a tragédia megelőzése érdekében. Gyakorlatilag teljes mértékben megszűnt ez a dolog. A gyerekek nem mennek oda, mind a polgárőrség részéről, mind a vasút személyzete visszajelzett a rendőrség irányába, és mondják, hogy
tehát megszűnt ez teljes mértékben. Én úgy gondolom, hogy a közösségi médiákon keresztül, illetőleg hát ott a fokozott rendőri jelenlét, illetőleg a polgárőrség mozgása miatt ez elért ahhoz a célközönséghez, akihez ezt a felhívást szántuk, és illetőleg hát legfontosabb, hogy maga azokhoz a gyerekekhez, akik ezt csinálhatták. A rendőrség és a polgárőrség továbbra is fokozott figyelemmel járőrözik majd ezen a területen, de remélik, hogy a gyerekek megértették, mi foroghat kockán.